reggelt mindenkinek, és most kivételesen tényleg reggel van, hiszen ma van a nagy nap. Ma megyünk Marvie-ért, ma hozzuk őt haza. És egyébként tegnap este bulizni voltunk, úgyhogy kicsit későn feküdtünk le, és most, hát én 4 órát aludtam, és kicsit álmos vagyok. Dávid pedig még alszik, úgyhogy felébresszük. Dávid! Megyünk Marvie-ért! Alig várom. Hey, kicsit nehezen indulnak a reggelei. Nem bírja a korai kelés. Mindjárt felkelő úgyis hamar elkészülődik, hogy igazából indulunk le Csongrádra. Busszal fogunk lemenni, viszont vissza már hazahoznak minket Dávid szülei. Mégis csak egy kiskutyát nem akartunk buszon utaztatni. Szegénykét, így az első útján végig buszon zögykölődni, ez nem túl jó. Hogy te megmutatom nektek, hogy miket viszünk neki. Itt ez a hordozó, ami amúgy nővéreméktől kaptunk, azért ilyen nagyobb, mert ez az ő kutyusoké volt, viszont legalább nem fog benne szorongani, elfér benne rendesen. Benne van egy kis pokrót, egy kis vizes palac, ha esetleg szomjas lenne meg kell itatni, nem tudom. Benne van egy kis kakizacskó, mert biztonság kedvéért betettünk egyet. Egy pelús, amit le tudunk alá teríteni, egy kis játék, ami annyira cuki egyébként, ezt Valentin napra vettem neki ajándékba, de úgy voltunk vele, hogy látom neki most, tehát olyan kis édes, ez direkt egy kis babakutyáknak van, úgyhogy jó lesz ez. És 2 ruhát is betettem, mert nem tudom még, hogy melyik lesz rá jó. Ha esetleg ezt kicsinálna, akkor legyen ez, hogy tényleg ne fázzon, mit tudom én. Betettem biztonság kedvéért mindent. Úgyhogy ennyi cuccal indulunk neki. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom. Nem, ezt legvideózol. Meg az túl reggel van nekem. Mindjárt megyünk. De ez egy verseny. Mennyivel vagy izgatottabb, mint a másik? Mint a másik? Másik. Észrevesztek valami furcsát Dávidon? Figyeljetek! Színek vannak rajta. Színek. Nem szín. De, Dávid, nem csak fekete van rajta. Ez egy hely. De ezek színek. Olyan lettél, mint én. Na jó, ezt azért kikérem magamnak. Elérkezett a pillanat. Nagyon izgulok, azt kell, hogy mondjam, hogy annyira dobog a szívem, hogy ezt elmondani nekem nem is olyan, mintha suliba tudjátok, amikor vizsgázni mentek. Nagyon rossz. Durva. De nem is rossz, hanem jó érzés. Nyilván azt, hogy úristen, menjünk a kiskutyánkért, ez egy csodálatos érzés. Csak annyira izgulok, hogy most már tényleg ott lesz velünk, ott lesz végig, most már nincs vissza úgy semmi. Amúgy se lett volna vissza, de értitek, hát ez egy olyan nagy dolog, még sose volt ilyen az életemben. És értünk, és képzeljétek el, Marvika bemászott a kabátomnak a kapuzniába, és ott volt egész úton, és ott pihizett, ott alukált, most pedig itt felfedezi éppen a terepet. Marvikám, hello! Your eyes, your scent, your touch is all I dream of. Now I can't live without you. Na hát, úgyhogy most falatozgat, ismerked a helyen, már körbevezettem őt a lakásban, de hát még nagyon kis félénk. De az az igazság, hogy nem olyan régóta vagyunk itthon, kb. Maximum 10 perce, de most már evett, ivott, úgyhogy most már kicsit megnyugodott a szívem. Hát imádom. Spoke upon me, all of me.
Igazából Marvin már meg is találta a helyét. Terveztük, és ide is fészkelte be magát. Igazából meglepően nyugis volt az utunk haza, mert tényleg végig a kabátomnak a kapucniában aludt, így egy csomó, még az elején volt itt a mellkasom, és utána felmászott, és végig ott maradt, és igazából se pisi, se kaki nem volt, ott nyugodtan el volt, tényleg alukált. Hazajöttünk, az elején kicsit ugye félénk volt, viszont utána igazából így körbe ment nagyjából a házba, inkább itt a nappali területén. És hát igazából szerintem most mindjárt elalszik. Csukli. Jó, már csukja be a szemé. Csodálatos kiskutya, már most imádjuk. Imádom, hogy csukli. Egyébként már mondták nekünk, hogy jaj, hát a játékával amúgy nem is fog valószínűleg játszani, már játszott vele, meg ugye a helyét rágogatja. Egy pisike már volt, úgyhogy... Nagy. Igen, sok vidi lesz Márvival. Írjátok meg nekünk kommentbe, hogy mire vagytok kíváncsiak Márvival kapcsolatban, mit szeretnétek tudni, és lesz vele sok vlog, ezt ígérhetem nektek. Én már kikerülök a képből, és ő pedig bekerül. Nem. Úgyhogy ez itt a mi kis családunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és nekem szerintem ez lesz most az egyik kedvenc videóm, sőt, szerintem a kedvenc videóm. Találkozunk a következő videómban, legyen csoda-csoda-csoda szép napotok. Sziasztok! Sziasztok! Már vikor.